Régen, amikor az embert még úgy hívták, hogy Mojne, és homlokán a kiváltság zafircsillag a fénylet gyújtatlan fényjel, amikor a fák még az égig értek, a füvek lengő kristályként lengedeztek a teremtő légzésének ritmusára, amikor lúdvércek dagonyázták láppá a földet, hogy azok elegészszék a tévelgőt, amikor vándorgriffek szelték az ég sűrű szövetét, és sikításukról a hegyek is megremett. Akkor szép volt a szép, csúf volt a csúf, és a temérdek kincset rejtő föld gyomra csak úgy ontotta magából a meséket, akkor tájt még 9 világ. 9 világ, mint 9 tányér az Istenek kerekasztalán. Ott ült az asztalnál a 9 hős. Ejnem, Mojnen, Karmatoló Karmalin, Szolinen, Hebrencs, Szufla, Bűrmedin, Názer és Pártus. Mindegyik hős mellett egy-egy királyi vérből származó sárkány kushat az asztal alatt. Amikor tüzet futtak, a világ titába. Amikor elaludtak, a világ össze. Hosszú csillagévek teltek együtt. A teremtő, akit aranyatyácskának hívnak, gyönyörködött 9 fiában és minden rendben. Ám egyszer, amikor szörnyű léptű markolábok törtek a világra, és egyetlen csapással bolygókat pusztítottak el, a szarvasbordázatú égbolt meglepett. Azon a repedésen beözönlött a fájdalom, a félelem, a szomorúság. A 9 vitéz és 9 sárkánya megfékezte és legyőzte a pusztító markolábokat, ám a repedő is azóta is ott maradt, és özönlik a fájdalom, a gyűlölet. Aranyatyáska 9 fia nem ült többi a kerekasztal mellé, hanem mint vérszemet kapott kutyák, egymás kezdték marni. Kardra kard felelt, fájdalom szült újabb fájdalmat, planéták hasadtak, erdők égtek, amely hasabb ég volt alatt. A harcban a sárkányok is megsérültek, és számtalan sárkány pikkely szóródott szét a világ. Azok a pikkelyek, amelyek erőszakkal szakadnak le a sárkányokról, dühös sietett jószágokká válnak, hogyha gonosz lélek talál rájuk. Akkor ugyanis égnek kellnek, nőni kezdenek, és ők maguk a sárkányává válnak. Ám hiába a királyi test, amiről leszakadtak, az újjászülető sárkányok már nem viselik magukon hajdani fenségüket, sokkal inkább hasonlatosan a gonoszhoz. Az emberek ősatja egy nap elindult, hogy összeszedje és elpusztítsa a sárkányokat. Így történt, hogy évezredekkel ezelőtt Mojnen lepattant sárkány a hátáról, és így szólt. No! Mondta fennhangon. Itten megpihenek! Mivel az itten éppen itt volt, nem messze attól, ahol állunk, illetve hát ülünk. Talán ti is látjátok, hogyha felemelitek a kalpakokat. Látjátok hatalmas csizmájának a nyomát. Nézzétek csak meg! Érezhetetek a sárkány ülepének melegét, hogyha megtapogatjátok a bársony székeket, ugyanis Mojnen és sárkánya, fellegszakajtó Bellerin, erre is járt hosszú hőgyében és megpihent. Ugyanis egy jóslat alapján, meleg, egy jóslat alapján ezen a tájékon is számtalan sárkány pikkely szóródott szét. Mojnen talált is 30 darab sárkány pikkely, ám egy váratlan találkozás miatt abba hagyta a keresést. De ne szabadj meg. Először is, mi fán terem ez a hosszú hölgye? Ez a 9 világ planétája. Mennyek, földek, poklok, és köztük a kapuk, amelyeket egy-egy 7-fejű oroszlán vég. A 9 világ térképén itt, ez a légpiszoknyi köt, ez a négy. Fellegszakajtó Bellerin sugársebes vártával is 40 nap, 40 éjszaka jutott el a dényéig ezt a pici pöttyöt, diónak nézve. És még 77 évbe telt, mire ezt a pici diót dinnyének láthatta. És még 777 évbe és 33 napba telt, mire meglátta locsog a föld virágmezőt. Ekkor megfékezte sárkányát, és így szólt. Itt megállunk piknikezni. Locsog a föld, mint látjátok. Berze vagy háttal határos jobbról, sápos dűlővel balról, hol lehonnan fentről, és infernáliával alulról.
szép vég. Hegyek között, völgyek között kúszik a televény, mint a vonatnak a füstje. Piroslik az alma, zeng a barack, sárgul a kukorica. Az apró farmakban egész nap csattognak a szőlőszékek, puffognak a kovácsfújtatók, csapkodnak a vízimalmok lapátjai. És ez itt, itt és itt véges végig, mint hosszú völgye, végigfut infernália a mélységes szurdukai közé. A krónikás könyv legelső bejegyzése szerint, miután a keresgélésben megfáradt Moinen, a hetedik napon megpihent az évszázados tölgyfánál, a vöröslő ég felé nézett. Így tünemé, álom és csoda! Az égen ugyanis megjelent Alirán, a naphajú szépség. Moinen és Alirán azon nyomban egymást szerettek, és 99 napon át kergetőztek hosszú völgye sűrű erdeiben. Bizony. Így lettek ebből a huncott kergetőzésből is. Így lettünk mi emberek. Moinen aztán visszatért őshazájába az égbolton keresztül, magával vitte Aliránt és a megtalált sárkánypikkelyeket, ám nagy sietségében jó néhány sárkánypikkelyt még itt felejtett. A későbbi népek bánatára, és a sárkányéli harcosok örömére, és persze hát itt vagyok minket is embereket, hogy szaporodjatok, és népesítsétek be a földet. És hát az emberek szaporodtak, és benépesítették a földet, de hát erről, ha megengeditek, nem számolnék be részletesen. Elég az hozzá, hogy házat építettek, templomot, iskolát, kocsmát, fölfedezték a labdát, a cumit, a törőt, a süteményszaggatót, a finom kávét, a kakaót, az internetet, az obodát. Egy szóval úgy kezdtek el élni, ahogy mi élünk manapság. Erről pedig azért tudunk, mert hosszú völgye krónikája részletesen beszámol arról, ami történt, vagy legalábbis amit elképzeltek. Itt van például bőbeszédű Eufrátesz 30 név kötete kitevő bejegyzése. Krónikás vagy. Kötetét inkább ugorjuk át és hallgassuk meg szent nyelvzugói feljegyzéseit. Azt tudtátok, hogy Muffancskor a legbugyantottabb szuflé a kemencebe? Szerte van! Hallom a dobokat, a dobokak a mélyből, nem tudunk kijutni. Közeledet! De az oldalt, hogyha kérhetném. Bocsánat, belezavajodott a beketem a vétlenbe. Tehát. Hosszú völgye és Kocsogaföld első hősi korszakának legnagyobb uralkodója negyedik oroszlány Szaguri Hárd volt, ki a 100 éves háborúban legyőzte a környék lidérceit, csótányökreit és a mocsogai csörgéket. Rihárdot végül egy sárkánypikkelyből kilőtt förmedvény bizonyos villámnyelvű dúlsárkányt pusztította el. Hopp! Itt volt egy sárkánypikkely. Őt követte a trónon Agrofi Jácin, ki virágba borította a környék mezőgazdaságát, mivel 8 sárkánypikkelyt emelt ki a földből, felnevelte azokat, és a sárkányok segítségével hajdinában ültette be egész hosszú völgyét. A sárkányok végül megették őt a vacsorára, kölet nélkül. A hajdinát azóta is fújjodva eszik a kallatlakói. Őt követte a trónon... Negyedik vitézfülű Adorján, aki 3 sárkányt pusztított el 10 éves korán. Láncsával, karddal, baloskával, 2 téklapáttal 20 évesen, 3-at fogpiszkálóval 150 évesen. Őt követte a trónon Tyúkmellő Baltazár, a híres lángfallos lelkű költőkirály, aki megtiltotta a sárkányok legyilkolását. El is szaporodtak annyira, hogy második pörölyszagú Walter napi 2 sárkánnyal küzdött meg, de így sem tudta megfékezni őket. Ezért Vencsellő Tihamér a sárkányfoki hadjáratban 10 000 hős hadban indult ellenük, és igen sok sárkányt elpusztított. Hősi sárkányt.
vitézi sárkány, gyönyörű sárkány. Hullottak az egyfejek, a háromfejek, a hétfejek, a tizennégyfejek. Jött a vitéz, puff, a sárkányfej. Jött a sárkány, puff, a vitézfej. Harmadik paracetamol Anorex király korában már lovagi tornákat is rendeztek, ahol a felhízlalt sárkányokat odaengedték a vitézek elé, hogy azok bláncsával, karddal, baloskával elpusztítsák azokat. A leghíresebb sárkányölő vitézei a következő. Sebesség, György, Khal Drogo, és a többi. Köszönöm szépen krónikásaim. Király, ősök, lovagok, boszorkányok, egyszóval olyanok, amelyekről mi már csak a mesékből és a legendákban ismerhetünk. És locsog a föld úgy termette a meséket, mint akrofiliáció idején termett a hajnyat. A gyerekek, de még a felnőttek is legjobban a sárkányokról szóló meséket szerették, ugyanis a legendák szerint minden sárkány pikkely, ami a földre hult, az kikelt. De nem fenyeget minket semmiféle veszély, mint hallottuk, nagy hőseink mindent legyőzték. Ám akkor hogy lehet ennek a mesének az a címe, hogy Furka Pista és a sárkány. Ismerjük meg őt, ősünk, ismerősünk, és azt a kicsi falut, ahol lakik, locsog a föld és hosszú tője határán, íme Ábránd falva. Erősen morzsolódnak, hukkancsunk be, hogy merre berejtékeznek Ábránd falva férfi népei. Nem mondom. Azóta sincs tájogarnyú a környéken.
Nagyapám még nagyon rúg picegő sárkánnyal is találkozott. Na, a sárkányok errefele régóta nincsenek. Úgy nincsenek, ahogy a korsomból kifogyott a serem. Kocsmára sér! Ő tette cupákra rottyanni a desznyobokát, jön volna. Na de sárkány akkor sincs ne borodni. És már akkor sem volt, amikor nagyapád vakáskodott a telerincsi csatára. Mondom, hogy te! Telerincsi fűmuskotály három sárkányt is harcba vezényel. Fokázták a tüzet a lábra, így kiszáradt a posványkör. Így jöttek át a szúrtokon. Ez így volt, de ezer év csapával ez. Nem, amikor nagyapádom sisos. Ne kevedd ide a hazudtas ez van. Fülön, te csak pár évet testpercit ábrát volna. Ki tudja, melyik mesét honnan szedted ezt. Na öcsi, tudd meg a múlt. Ábrántfalván ábrántfalvi meséket morzsolunk, nem össze-vissza félünk. Mert ami régen volt, az régen volt. Nem bolygatjuk itt a szénát. Na. Hát régen volt. Ki tudja, hogy volt? Nekem azért, Pista, hiányoznak azok a régi szép idők. Hiányzik, hiányzik, tárkány gyerek, de a seremet ne itt. Ezer bolyva kő, bocsacsó, bátyám, nem vigyelt a lelkem a kezemre. Na, kérek még kettő. Ja. Kocsmáros négy, üljön már kifele, mert szomjan vész bennünk az igyekezet! Csirigli vagy még az ilyenekhez. Csirigli? Elmúltam már 20 éves. Attól még csirigli vagy. Nem gyerek kezében való ez az ízlé. Na, mi az már? De úgy valami semmi, nem érdekes. Inkább vitt ki a seredet, és eredj haza a talpas tikokot. Biztos megtojtam. Megvárnak. Na de én vissza nem várok. Csivárkol már a gyomrom, és ágott a asszony otthon vár, hogy megkenje jófajta zsíros cipóval. No! Azt a estére nehogy a kocsmába találjalak. De én sem magát piszta. Végül, Csirigli. Kocsmárosné! Mi van te? Gyűjjön már kifele, nem akarok türkülni. No! Mi a bajom benned? Ser? Nyugtagadkor, ha visszajön a furka Pista, akkor... Csak nem visszaedsz engem is a latolvain, értlőd? De, visszaedsz, mert ez az én otthonom, Erzsó. Kapsz is tőlem egyes mást, ha segítesz. Na, mondj!
cserébe abból a jóféle nyelvpakasztó borból. Azt miért? Felszínad így is eleget. Na, de nem azt, amire Kramfirol a kíváncsiságom. Szeretnék tudni valami fontosat. Vagy tudod mit? Egy kis szúnyapor, jobb is lesz, ha csak alszik. Megteszed a népen? Csábringó Erzsó. Jaj, megteszem. Mondta, itt úgy
Igaz ez, Stark? Igazán, bátyám, beszélik a népek. Még a Kerál is hirdette. Melyik Kerál? A kummogipet... A kummogipet úr, aki az utcsó hősi vitéz volt, losog a földön, ő bizony nemesi rangra emelte nagyapában, csipázta rendesen. Akkor te miért vagy ilyen csóréggel, hogy a nagyapád emlékiből is? Hey, a nagyapám primör vitéz volt. Elismerte a szaracénak között minden pénzt, amit megkeresett. De én... Ugye, Dorsa? Ugye? Ugye, Terka? Na, én hős leszek. Csak tévejegyen ide egy sárkányborjú. Leszabjálom a fejét, István úgyse. Ej, eszed a ég, azon ül a sötét. Nincsen már manapságosan sárkány. Na, ébrikál itten, kerülnék. Terka, fusson el a lábad Pisa bátyánk serbetjéjjel. Megyek! Várj! Mondja az, hogy asztalt. Asztalt? De ne nekem mondjad, hogy asztalt, neki mondjad, hogy asztalt. Asztalt? Igen, asztalt. Érteni fogja, akinek értenie kell. Na. Kérdezni, hogy mi újság a földeken? Asztalt magad is megnézhetnéd. Nő a búza, kéne az eső. Hadd fürödjék a mező! Széna illat, párosanyék, jaj! Jaj, feleség! Jaj! Ne! Megyek, Manna! Pá!
Pista. Nyáj! Pista. Urka Pista. Alszik ez még fidzsába a tej. Na. Akkor most megkeressük. Na de hova duggantotta el az a... Aha, itt lesz az... Aha, ott van. Mint az alapján lámpását.
hátra, kis vikor. Itt van a kukac. Te maradj a kukac kezét. Gyerekecske bukám, kapsz tőlem parazsat. Csinálj nekem aranyat. Nőj nagyra, hadd pattanok átadra világot győzni. Gyémántporban hemper hőzni. Hős leszek, hős, mint nagypapuska volt, és gazdag, nagyon gazdag. Ó, igen, meghódítom a világot. Vérrel írják majd az ég volt nagy papírusz nádjára, hogy Veszmetárkány a legnagyobb vitéz. Ugye most már sejtitek, hogy miféle jószág kelt életre, és nő percről percre óriásivá. Bizony. Egy sárkány bikkely talált annak idején Pista, és keltette most életre hiú kíváncsiságával ez az ostoba tálkát. És Harpa Gedeon, mert ez lett a neve a sárkánynak, ordított, mint egy éhes csesemű. De mi lehet hangosabb egy sárkány ordításnál? Neked kell megszabadítanod Ábránt falvát, a fele vagy. Leányom! Én bizony, ne!
Én szedem a csincsókát a kolompőből, aztán nem az. Nem avatkozom, hogy holmi vitézi perpatvar. Na, mennyi? Jó éjszakát! Nyat! Neked is jó éjszakát, sárkány bébi. Kista. Hör. Alszol? Nem, mert beszélsz. Mégiscsak neked kell tenni valamit. Tudom jól, anyjuk. Tudom jól. Kisti. Kistikén, merre vagy? Jaj, csak anya meg ne lássa. Majd elmondom ide. Pistike, kisfiam, hol vagy? Mi történik? Hé, kard, ne csináld! Ennek rosszabbod össze a lugást! Mit fog szólni, anya? Jaj, ne csináld, ne már! Ja, így jó. Miért vissza ide a hüvelybe? Így, és akkor eldugom ez alá, a kő alá. Kis borjú, hát itt vagy. Jaj, mit csináltál, te áldott fattyú? Nem én voltam, anya! Anya, nem én voltam, csak úgy találtam! Anya, nem én voltam, nem én! Fellegodorító szolgáját a mindenség urának. Nem kell a sóder, a lényeget. Mit csinál? Hát, adj egy köcsök tejet! És nem adok? Hát, hogyha nem adsz, akkor én vihart kavarok. Garabonciás vagyok, tudod, jól állítottam. Tudom. Még hozzá 7x7. 8x bölcs. 9x8 garabonciás. Aki már nem durfúr a világ felett kételen maradva, ne veszi ki az egyszerű ember lelkéből a bátorságot, hanem inkább ad neki, segíti, támogatja. Tündöklő garavanciás vagy, aki már nem mondod a világot, igaz-e? Akkor így mondod, babba ágoda. Na jó, hát akkor adok már neked fejet, ha megmondod, mit csinálni. Ki, öreg anyád! Szóval nem azt nekem fejek most rögtön. Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, barboncás. Szerencsét, mert a viharoddal együtt eltöttelek volna a világ felemére, és ott aztán lirikorkázhatnál életed végéig. Igen, és hogyha ekkora hatalmad van, akkor miért nem fékezed meg te magad a sárkány? Hát, tudod te azt nagyon jól, hogy asszonynak nincs hatalma a sárkány. Hát mondjuk ez igaz. De miért? A férfi felett van? Ha tudja, hol keresse a szívét, igen, nagy a hatalma a fehérnének. Na de tudod, ez nagyon jó.
Tudom jól, babba álmodta. Harmadszás, kérsz egy kis tejet? Hoztál tejet, tudtam. Tejet. Mondom, teát, hecsedő. Ja, teát. Ó, nem kérek teát. De nem erről akarok vele diplomálni, tüntetőben a mondszeres. Rendben van. Ne féljetek! Ami megszületett, meg is hal. Ami elmegy, visszatér. Kétszer nem léphetünk a kőrösbe száraz lábbal, és addig nyújtózkodunk. Addig nyújtózkodok, hogy leszedlek onnan, ha itt játszod a parlamentet? Mit csináljunk? Aztán mondjam. Nyugodj meg, asszony állat! Az urat tudja a dolgát, ahol megszületett. A kocsmába? De még oda sem. Most még túlzok. Túlzok, mint Miklós. Kicsoda? A Toledi Miklós. Vagy úgy húzod, mint Achilleus. De a szívem égén tudja a dolgát. De csak maradj veszteg. És melegítsd a tejet számomra. Na jó, szeretnél, mi történik? Már
Egyszer aztán csend lett. Kisütött a nap a bőröslő felhő közül, Pista felnézett az égi harcmezőre és meglátta. Ott repült magasan, mint a sasmadár, ott körözött, vígyogott a sárkány. Gyűsz le onnit! Gyűsz le onnit, mielőtt a napot is leeszed az égről! Gyűsz le már! Így bődült el Pista, de szavára nem szólgolt a felelet. A sárkány szájából irdatlan láncsóba sűrített a föld felé. Tüzet kaptak a fák, éget, mi éghető volt, a tűz sebesen terjedt a föld belseje felé. Pista szaladt, bukdácsolt, egész amíg el nem ért a falu szíléhez, és ott megállt egy görcsös rektű sziklánál. Na, akkor most előveszünk azt, ami annak idején elvittem. Bió-bió, egy kard pedig nem volt más, mint majdnem vitézi kardja, amit a nagy hancúr közepette ott felejtett a tölcsfánál. És most áll Pista. Kezében a tőle oly annyira idegen jószág. Na, édesanyám, turkuli rózsa. Annak idején bőszen lesz idár, amikor megtaláltam ennek harmadikat. És hát ugye mostanság sem tudom, a stafírunk boldoggá teszik. Kapavaró az én kezemben nem ez a gyilok. De ha ez a sorsom, ezt kell tenni. Majd csak forgatom valamit. Hol vagy, sárkány? Semmi. Na,
ki, mert megöllek! De ez a dög sárkány kushat csak Pista orrában átsingózott bűzös lehellete. Na, nézd, mit hoztam neked? Szerettem megismerkedni veled? Pista! Hát neked kellett ide jönni. Ha kellett, hát gyűjtem. Istám, hát de szép ez a kar. Olyan éles, akár meg is borotválhatnám vele, de nem teszem. Mit teszel, pióca? Hatalomban áll, öreg apám. És végre megköszönhetem, hogy megtalálta ezt a jószágot számomra. Hagyba, Gedeon! Gyere csak haza! Mit szól, Pistám? Tárkányvitéz, kezes bárány faragott a fenevadból. És hogy mit teszek? Levágom a fejed, Pistám, úgy fog majd gurulni a fák között, mint a tényegom. De előbb végignézett vele, hogyan pattanok Harpagedon a hátára, és égetem fel egész hosszú völgye erdejét. Mert végre hős leszek, hős, mint a régiek, és gazdag, nagyon gazdag. Meghódítom a világot. Hallott paraszt, nincs nálam okosabb, ügyesebb, ravaszabb senki. Hallott paraszt, senki. Csak én! Csókolom, Pista bácsi! Hát te! Hát erre jártam! Na! Hát na jó, hát tudja jól, hogy elrakolt a sárkány? Hát az még izgalmas is volt, de aztán börtönbe vetettek, meg kinyílt a csipám, mert rájöttem, hogy ezzel így ketten, főleg ez a tárkány, akiben bevallom, Pista és a sárkány. Csorbult a kard, hullottak a pikkelyek. Torsanál is, ahol tudott, segített, még egyszer egy bősz farokcsapás földre nem terítette és elalélt. Majdnem kardja aztán egy váratlan pillanatban megsebesíti a sárkányt. Menekülsz!
Kegyelem fajomnak, kegyelem! Ahogy te kegyelmeztél, úgy kegyelmezek én is. Nem óvitallak, lenyitlantalak, ám! Ó, hát én gósz lenni. Te, aki még a lénynek se állt. No! Ez igaz. Még a tikok nyakát is águlta asszonyi szájjal mindig, mert nem bírok oda nézni. De nehéz. De nehéz. Na, kar! Vágj le a fejét! Hát, hogyha kérhetném a... Nem kérhet ennek húshoz! Én meg... Én nem megy. Nem tudok én fejet vágni, nem vagyok haramihoz. Hagyj a Pista bátyát! Hát maga! Ha én meg... Pista bátyát! Hozott tehet! Teát? Nem teát, tejet! Teát nem hoztam, drága fiam, de tejet hoztam. Mi? Ott van a barlang szájánál, de igencsak erősen az máluk tej. Nem baj! Jó lesz ez! És most harpa, Gede úr! Gyere csak! Gyere igyál, te is! A tej kiűzi belőled a gonoszságot, az alantas vágyaidat! A tej... A tej élet, erő, egészség. Na gyere csak! Ne tedd ezt velem, ó, fényes karabunciás! Vagy iszol a tejből, vagy most rögtön megpusztulsz. Válasz. Tej? Tej. Fúj! Na jó, iszol. A szoldád vagyok, mit parancsolsz? Először is, vedd a hátadra ezt a... ezt a teljes köcsögöt, meg ezt a tárgát vitézt! Valahova oda súlyította be magát hátra. Repülj vele a pokol tüzéhez. Dobd bele a tűzbe, ott majd eltizergálhat élete végéig. Aztán gyere vissza hozzám, repülünk haza tündéromba. Na menj a harpagedel! Úgy látom, hogy hosszú útunk részen, itt, mintha valaki ébredezne. Jaj, mi történt? És ki vagy te? Te! Hát te! Jaj, megismersz jobban, es lelkem. Majd igen, de mondd csak lelkem, tudsz is ütni hecseglis palacsintát? Tudok, mit nézem? Akkor csak gyakorlatos, elviszlek magammal tündérhomba, lesz belőled hosszú copfos kerály kisasszony, a cserte feltéhez majd a tűzhely körül a végén. Töfékelem a mesékre. Hát te lennél az, akire ilyen sokáig vártam! Hát azt majd meghalljuk, megalássuk. De most erik gyorsan a faluba is mondjad, hogy jön a boldogság. Jön a boldogság, még pedig Izibe. Na menjél le! Jó, hát aztán meg is egyezett, no, Déli Váv utca 1. Ott várlak, vidézem. Is, kiszelesen a vadkaput, mert sárkány intóm érkezett. Na, fenyvelek. Na, megyek, no. Megyek, ha, megyek. Déli Váv utca 1. Édes megyek! Nem! Rendbe kell tenni a fuszulykát, a kalompét. Jaj, Pista bátyám, hát így állt már elő egy sört. Hát majd iszok, fiam, ettől ne félsz, csak legy. Nem öltem sárkányt végül es. Hát, végül es nem. Tényleg nem kérdezik. Pista bátyám. Na. Kívántad egy? Gyerekkoromban gyakran es. Mióta megtaláltam ezt a kardot,
Gyakran gondoltam már, hogy egyszer lekaszabolom egy sárkányfejét. Gyönyörű jószág. Jó barátságba került. Jól mutat majd az armáriumban, fiam? Na, nem győztem sárkány, megyek hát főd együtt. Ó, Pista bátyám, mindig a munka. Pista bátyám. Isten áldó furga Pista. Csókoltató babahágatát, ha hallom. Nem baj. Éj, de nagy hős ez a paraszt ember. Még ő maga se tudja, hogy mekkora. Én meg lejöttem ide a földre. Jó is lettem. Meguntam már ezt a fellegjárást, ezt a kóbáindát. Asszonyt lehetem, meg egy sárkány, az asztal alá. Harpa Gedeonból, kezes jószág lészer tündérbomban, még röppentyűnek is kiváló. Én meg. Tejet iszom, és pipázom. Meg a mesékre vigyázok, hogy el ne vesszenek, el ne felejtsenek. A folyton újra születőket, a siraton nevettetőket, fejünk fölé csillagtetőket ők tartanak a mesék. S lám, angyalok is kuncognak felettem. Hát, visszateszem ezt a mesét oda, ahonnan nevettem.